Megyünk? Uh-huh. Megyünk. Az utolsó nap, még mielőtt felszállnánk a gépre, már hotelból kicsekkoltunk, és most azért benézzünk a Pök Jolánnak a templomjába. A Krisz nagyon cuki megérte, hogy ma meg tudjuk nézni a főzdét is. 19-ben már láttuk, és akkor leesett az állunk teljes mértékben, de ezeket mindig jó látni. És akkor most még egy kicsit eszünk, még iszunk pár sört, mert nagyon kell. És aztán szerintem bent még forgassunk egy pár percet. Mutassuk meg, hogy milyen ennek a hangulat. Szóval gyertek el! Itt vagyunk az utolsó utáni napon. Ez a negyedik nap Tallinnban. És most már véget ért a fesztivál, és ez a soft landing a Pökkel Teppum, de erre már Marcin is jött ki. Ez egyébként a hatalmas hátványkonyája, és tényleg úgy néz ki a Teppum, mint ahogy ugye modern Teppumnak ki kell nézni. Egyetek egy csomó vas, egy csomó zöldek, és megnézhetjük a Pökkel. A sörfőző nagyon sok szempontból hasonlít a Metzentisztre, például itt is rozsdamentes acél alapanyagokból vannak, ennek is van padlója, kicsit más mondjuk, itt is van például mennyezet, és ki van írva, hogy Pök Jala, nálunk is ki van írva, hogy Metzentiszt. Nem írik ki, hogy Pök Jala? Itt is sör készül, például, szóval mondhatjuk, hogy két tojás a két üzem. Ha már a két tojás, akkor igazából vissza is térünk a reggelihez. Nem, én arra gondoltam, hogy még egyszer beállsz az Eliott mellé. Ja, nem, mondom, már beálltam elé. De erről készült videó? Készült. Jól van. Na, úgyhogy igazából innen repülünk haza, még eszünk egy utolsót, és itt nagyjából mindenki így van. Tehát itt már az összes sörfőző pihengeti ki a úrit, és minden már reptélre megy. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok 4 napon keresztül. Az a 100 ember reméljük, hogy jól érezte magát. Mi jól éreztük magunkat? Mi jól éreztük magunkat. Találkozunk legközelebb. Én még megyek egy kört, amit majd felgyorsítasz a végére. De addig reggel is, ebédelj.